És amint már mondtam, az önkéntességről, az önkéntesség jelenségéről beszélgetek a következő percekben Szabó Csaba kollégámmal, aki a Fehér Holló Média Klub Egyesület elnöke is egyben. Szervusz Csaba, köszönöm szépen, hogy eljöttél. És ahogy beszélgethetünk tényleg erről a nagyon fontos és nagyon érdekes jelenségről, ami az önkéntesség, minthogyha az utóbbi években nagyobb hangsúlyt fektetnénk az önkéntességre, mint olyan, mind az önkéntesek, mind azok, akik ugye foglalkoztatják őket. Szerinted miért van ez? Tehát itt dimenzióváltásról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy sokkal többen vagy kevesebben vannak, arról van szó, hogy a megváltozott életstílus az hozza ezt az életmódot is. Tehát ez egy életmóddá válik, hogy délután ebben a modern világban mit tudsz csinálni. Tehát vagy Facebookozol, vagy nézed ezeket a szörnyű filmeket, hogy mindig jön egy szörny, és akkor és megölöd. Igaz, hogy nem muszáj azokat a filmeket nézni állandóan, tehát, de hogy mindenképpen egy másfajta cselekvésre készteti a fiatalokat elsősorban. Tehát ami hiányzik a fiataloknak, ők még nem tudják ezt megfogalmazni, az a kollektív élmény. Tehát milyen az, amikor együtt örvendünk, milyen az, amikor együtt csinálunk valamit. Ugye a pedagógiában is egy szabály, hogy együtt ne büntessünk. Tehát, hogyha három fiú rosszat tesz az osztályból, azokat ne együtt büntessük meg, mert akkor még megerősíted közöttük a kollektív élményt, hogy mi együtt vagyunk bűnösen, ez egy csapat. És egyre jobban hiányzik az embereknek a kollektív élmény, hogy el tudja mondani, hogy én is oda tartozom, ezért viselik úgy ezeket a trikókat is. Hogy ez is egy lélektani jelenség valójában, hogy olyan régi tarka trikókat, táboros vagy valamilyen önkéntességhez kapcsolódó trikókat viselnek az emberek, hogy már teljesen ki van fakulva, és mégis büszkén viselik. Azért, mert önkéntesek. Értem. Térjünk akkor ki a Fehér Holló Média Klub Egyesületre, amelynek ugye az elnöke is vagy, és hát nominálisan beszéljünk arról, hogy például a te egyesületed hogyan működik, ami az önkéntességet illeti? Épít az önkéntesekre? Hát csak önkéntesekkel. Csak arra épít. Csak önkéntesekkel dolgozunk, csak ez is most már diverzifikálódik. Ugye mi megszoktuk itt Romániában és Kelet-Európában, rögtön skatujázunk, hogy ez most önkéntesség, ez meg ilyen önkéntes, ABC. Tehát ezek összemosódnak. Nálunk például vannak professzorok is, akik önkéntesek, az abból áll, hogy egyszer írt egy cikket, vagy egyszer csinált valamit nálunk. Mi reszketünk, úgy örvendünk, hogy ott van közöttünk, hát nem fogjuk megint felírni, hogy te önkéntes vagy, csináljál valamit. Tehát ez a loppangó önkéntesség, de ez is valahogy beletartozik ebbe a vágyba, amit mondtam, ebbe a kollektív élménybe. Ő is szeretne ebbe benne lenni. Most olyan emberek is vannak, ugye maga a Román Tudományos Akadémia elnöke, Ioan Aurel Pop is, aki mit tudom, havonta ír nekünk valamit, vagy havonta ad egy... Tehát a korbiál.ro hát igen, és oldalra, magának az egyesületnek igen. Is, Angliában, meg bárhova, amivel ő is, ugye, ott van az emberek között, ott van a gyerekek között, hogy valaki rákapok, hogy te, ez az akadémia elnöke? Hát ez ott van hátul, képpel együtt? Igen, ott van mellette, nyolcadikos kalott a szegély fiúval, mert pont úgy van az A nyolcadikossal, és ő ezt vállalja, hogy együtt vagyunk a kollektív élmény miatt. Értem. Csaba, maradjunk a fiataloknál, maradjunk azoknál, akár a licista diákoknál, akinek ugye szabad igen, a nyaruk. Most. Szabad a nyaruk, és hogy ne a Facebook előtt üljenek, ugye ne a tévé előtt üljenek, stb. Mit tehetnek, hová mehetnek, kikkel vehetik föl a kapcsolatot? Egyáltalán Kalota Szent Királyt említetted, egy ottani fiatal azt mondja, hogy igen, önkénteskednék. Mi az első lépés? Az első lépés az, hogy nem szabad beleszólni. Tehát megint skatujázunk, hogy megmondjuk valakinek, hogy te miért nem vagy önkéntes. Tehát ez magától kell jönnek ezek az idések. Pont úgy van, mint hogy meghalni is, meg vannak dolgok, amit te egyedül kell csináljál. Tehát egyedül kell otthon kijelentsed, hogy én holnaptól a csigákat fogom menteni, vagy valamit kitalálni, és akkor nézd meg rád, hogy hát ez megvan. Ez rendben van, de amikor meghozta a döntést maga a fiatal, persze senki nem szól bele, hová tud menni, hová tud lépni? Adok egy példát, megkérem a kollégákat, hogy Gombár Alettát és Gombár Anna fotóját tegyék ki nekünk a fullba, tehát megmondom egyszerűen, én a heltai Gáspár könyvtári alapítványnál dolgoztam, segítettem egy másik könyvtárnak, és adott pillanatban felfigyeltem, hogy két lány suttog előttem, és második nap már
rákérdeztem, hogy te ne haragudjatok, ti mit suttogtok? Mert láttam, hogy az egyik mutatja a könyvet a másiknak, és akkor suttogják és írják le. És akkor mondták, hogy hát mi önkéntesek vagyunk. És mire önkénteskedtek? Hát eljöttünk, mert arra gondoltunk, ugye látjuk is a képen Gombár Alettát és Gombár Annát, hogy szerettek volna kulturális környezetbe kerülni. Tehát hiányzott nekik az a kulturális millió, ami egy idő után mindenkiből fog hiányozni, amikor vége lesz ennek a Facebook körületnek, mert ugye mindjárt tudjuk, hogy amikor bekerülsz úgymond egy jó társaságba, ott senki nem fogja élvezni azt, hogy te milyen buta vagy, magyarán mondva. És az a két leányka, például amikor megkértem őket, hogy olvassák el Ioan Slavicsnak a Kincsét, tehát a Komorát magyarul, nekem már megjött 3 napra rá, jó, csak 8 sor, de elolvasták. És a nagyobbik leányka, az Aletta pedig elolvasta Jó szerencse malmát, a Marákon a rokot, ő nem tudom, hogy mennyit írt. Tehát rögtön bekapcsolódtak, rögtön élvezték a dolgot. Azért, hogy a nézők is megértsék azt, hogy miről beszélünk. Tehát itt most arról van szó, hogy a Fehér Holló Média Klub keretében gyakorlatilag olyan önkénteseket keresel, akiknek annyi a dolguk, hogy olvassanak. Igen, de jöjjenek. Tehát vagy jöjjenek hozzám, vagy fussak össze velük az életben. Értem, jó, de hogy akkor ezt fejlesszük tovább, annyi a dolguk, hogy olvassanak. Miért és miket? Hát ez is, hogy miért és miket. Ugye nekünk az a célunk, hogy a magyar kultúrát népszerűsítjük a románság körében, a románra fordított regények és könyvek által. De azért, hogy felpeliek legyünk, mi magyarok is román irodalmat olvasunk, magyarra fordítva. Tehát az úgy szép, ugye, hogy nekem Krajován olvassák Dezső Kosztolányit, ez Meo de Aurt, mi pedig olvassuk Ioan Slavicsnak a Kincsét. Van ennek foganatja? Tehát van hát konkrét eredmény? Hát, igen, beszéljünk egy picit erről, értekes. Hát azt el lehet képzelni, hogy milyen volt az, amikor Krajován megalakult egy kis ottani Fehér Holló könyvtár, és akkor a krajovai állat, tehát a tévében, a közszolgálati tévében ott volt a Máriusz Dobrin ottani felelőssel, aki a Krajovai Színháznak a kritikusa, és megkértem őket, hogy engedjék meg, hogy Szoreszkó verset olvassak fel magyarul. És láttam rajtuk, hogy én olvasom, hogy ők felismerték ugye a ritmusát, és még az operatőrök maguk is úgy maradtak, hogy még így kinéztek az opera mögül. Olyan érdekes volt nekik a magyar nyelv, hogy én magyarul olvasok fel Marin Szoreszkút, és egy aktuális, tehát épp a napokban, egy óra múlva ezt kell például intézzem, egy szucsávai vállalkozó írt, hogy volt a lányával, a kislányával Marosvásárhelyen a tükörterembe, és ott látta az ablakokba Buda Ilona, meg Árgyíros királyfi, meg nem tudom milyen történeteket, és a kislánya meg van bolondulva, el akarja azokat olvasni. Hogy nem tudok én neki ebben segíteni, és mondtam, hát megpróbálok, és akkor most megnézzük, hogy Balade Ungurést, hogy melyik lehet meg, és elküldjük neki, hogy nagyon, arra nagyon János érdekes, Balade. Amikről beszélsz, és azért is érdekes, mert hogy bennem is megfogalmazódik a reflexszerű válasz, hogy meglepő. Miközben mindennek nem szabadna meglepőnek lenni, hanem teljesen normálisnak kellene hatni. Itt időközben a nézők a te hátad mögött láttak egy másik fotót is, amely Várfalván készült. Igen. Ugye beszéljünk akkor arról is, és ennek kapcsán beszélj arról is, kérlek szépen. Mondtál egy olyan mondatot a beszélgetésünk elején, amikor azt mondtad, hogy az önkénteseket valamilyen szinten honorálni is kell. Fejtsd ki. Tehát itt Erdélyben, ugye, akik a 80-as, 70-es, 80-as éveket átvészeltünk, az a benyomásunk, hogyha a kultúra, akkor azt ingyen kell csinálni, és általában minden, ami kultúra, azon csóró. Tehát, hogy nincsen pénz, cikkdíj. Például most is, amikor cikkdíjat ajánlok valakinek, mondja, hogy cikkdíj, de hát én ingyen írok. És mondom, hogy hát elég hülye vagy, hát miért írsz ingyen? Hát nincs értéke a te írásodnak, de hogy mindenhova ingyen írsz, mert senki nem fizet. Mondom, az egy dolog. De ebből, hogy mondjam, tehát a szükségből ne csináljunk erényt. És van olyan emberem, aki nem fogadja, zavarba van. Azt ajánlotta, hogy jó, elfogadjad, adja a másnak, mert még életében nem kapott cikkdíjat. A másik pedig ezeket a fiatalokat. Ezeket mindenféleképpen honorálni kell. Nem feltétlenül jó, hogy én pénzzel szoktam, mert ismerem a fiatalokat, hogy
a különben megjegyzem ez zárójelben, hogy magában a riportban, amit együtt készítettünk. És ami a beszélgetés a kislány, után kerül bemutatásra. Ez a kislány, igen, aki megkapta a honoráriumot, pont filmezzük, amikor a táskába megnézi, hogy még ott van a pénz. Épp néztem, hogy mit néz meg, hogy nem látja senki, miközben a kamera pont rajta volt, és megnézte, hogy nehogy elveszítse a pénzét. Olyan boldog volt, és alettájék is mondták, hogy pont jó ez a pénz, mert mennek nem tudom milyen táborba, és itt a Timi is mondta, hogy milyen táborba. Tehát, hogy ez egy fantasztikus lehetőség ezek szerint, amit a te egyesületed ajánl, azt ajánlja, hogy olvasni kell, ez legyen az önkéntességi munka gyakorlatilag, olvasás, amire ugye a könyveket te adod oda az ő kezükbe, és hogy ezt még honorálják is, olykor-olykor, kisebb-nagyobb összegekkel, ez egy fantasztikus lehetőség, tehát kedves fiatalok, Fehér Holló Média Klub Egyesület, ugye ezt kell keresni. De nem csak én kell ezt végezzem. Tehát annyi, hogy mondjam, annyi egyesület van, hogy mindig elnézem, hogy én, amikor valakit így kitüntetek, vagy valami pénzt adok, akkor nézem, hogy 5-6 ugyanolyan embers egyesület van körülöttem, és nézek rájuk, és akkor nézik a földet, mert ugye az a 250 jobb lenne neki. Most csúnyán fejeztem ki magam. Hát persze, de meg kell legyen ez az öröm is, tehát hogyha nem fektetsz be az örömbe, effektíve, akkor az egyesület nem fog rendben van, mit vár el az egyesületed, konkrétan a te egyesületed, és mit várhatnak el ugye azok az egyesületek, ahová önkéntes fiatalok jelentkeznek? Hogyan kell egy önkéntesnek viszonyulnia a kiadott feladathoz, a munkához, az egyesülethez, a csapathoz, mint olyan? Tehát ugye azért az önkéntesi létnek is vannak bizonyos törvényszerűségei, nem? Ahogy a riportban majd megfogalmazza Pozsonyi Márta szabadon. Ő ezzel eltalált valamit, ami hirtelen nem lehet tudni, hogy egy nagyon mély gondolat, vagy csak úgy beugrott, és olyan jól hangzik. Tehát szabadon kell hagyni ezeket az embereket, hogyha már ők vállalták, hogy belemennek és önkéntesek lesznek, akkor szabadon kell hagyni. Jó példát adok, Kis Olivér, a Szabadság egykori főszerkesztője, és ugye egyik legismertebb erdélyi újságíró, és világutaz, ő kérdezte, hogy mit kell ezért a cikkért csinálni, és azt mondtam, Olivér, életedbe egyszer örvendjél annak, hogy írsz cikket, amit akarsz, és kapsz azért pénzt. Na jó, de mit kell? Mondom, örvendj, ha látom rajtad, hogy örvendsz, de hogy ebből én mit mondom, azt kell, minden újságíró örvendjen annak, hogy írhat. Nem mindig az a szűk legyen, hogy Istenem, megint nincs, ha megfog az ellenőr, effektíves. A másik dolog, amit most már viccesen mondom, amit kértem, és kérek általában azoktól, akiket díjazunk, hogy nehogy felhívjanak engem, és kérdezik, hogy mit kell csinálni, mert én is bohém vagyok, usta vagyok, logós vagyok, és a végén már nem tudom, hogy kinek mit adtam, és Olivernek is megmondtam, hogyha még egyszer felhív, hogy azért kéne valamit csinálni, akkor többet nincsen díjazás. Többet nem önkénteskedik az egyesületnél, persze ez a vicc erejével, és hogy a viccesen szólva, ennél azért sokkal komolyabb és sokkal komolyabb dolgokkal foglalkozik a Fehér Holló Média Klub Egyesület. Csaba, egy percünk van még hátra, és azt szeretném, hogy a most következő riportot te vezest föl, tehát Várfalvi gasztrotáborban jártunk, mit kell tudniuk a nézőknek róla, arról a riportról, ami most következik. Hát a fotón látták Pozsonyi Mártát és Timit, most is látjuk. A kezükben van a fehér holló szatyor. Timi alig várja, hogy nézze meg, hogy még mindig benne van a pénz, de hogy kiesett volna. Márta egy keresztes lovak, tehát ő valójában azt hiszem, hogy már 8 éve harcol azért, hogy a zsíros kenyér, a szilvaízes kenyér, a vajas kenyér és a mi egyszerű ételeink visszakerüljenek valahogy a köztudatba, a reneszánszát élje újra az uzsonna, és a reneszánszát élje maga a házi konyha, és rengeteget nevettek rajta az elején. És most oda jutott, hogy már nagy cégek, sőt a nagy konkurencia is, a fast foodok is, gondolják, hogy jobb lenne őt is támogatni, meg kikapcsolni, mert egyre több gyereket foglalkoztat. És itt ebbe a táborba nullától ab-ovó kezdik, lerázzák a szilvát. Tehát azt kezdik, hogy lerázzák a szilvát, és a vége az, hogy este a tábortűnél megnézik, hogy holnap mit teszünk. Mindent maguk főznek, a felelősség az övék.
Ami legérdekesebb ebbe, és lehet, hogy másnak nem tűnt fel, nekem feltűnt, hogy beszélgetéseink során, hogy a fantáziájuk hogyan dolgozik. Mert kérdeztem, hogy de mégis nem, valamilyen elmélet nincs, vagy valamilyen találmány nincs, azt mondja, hogy barackos gombóc például, a másik pedig azt mondja, hogy szilvás hús, és látszik rajtuk, hogy kezdenek gondolkodni, és hogy el voltak tűnődve. Köszönöm szépen, Csaba, ezt a felvezetést, köszönöm a beszélgetést is.